12 versenyző, de semmiképpen sem tucat csapat méretteti meg magát a Fehérvár hangja vetélkedő döntőjében. Az izgatottság és az öröm vegyesen van jelen a mi életünkben, mióta megtudtuk, hogy ezt a nagyszerű feladatot megkapjuk a várostól, és megcsinálhatjuk a Fehérvár hangja tehetségkutató versenyt. Nem tudtuk akkor, hogy mire számítsunk, most már ez idestova negyed éve volt, és ezóta dolgozunk kollégákkal együtt azon, hogy ezt a versenyt megismertessük, ne csak a szakmai zsűrivel, ne csak a családtagokkal, hanem egy sokkal szélesebb közönséggel is. A siker álmokat közvetít, ugyanakkor észlelhető változásokat hoz. A sikersztori soha nem egyedi. Fontos azonban, hogy az örök értékmérő, az önbecsülés megmaradjon. Most kell eldönteniük azt, hogy professzionális előadó művészként akarnak-e érvényesülni, vagy egyetlen tudnak-e azzal az attitűddel azonosulni, ami egy professzionális előadó művészé. És értem, hogy ez alatt azt a fajta áldozatkészséget, ami a szakmához tartozik. Mindehhez egy profi csapat járul, akik sikeresek voltak a legjelentősebb magyar tehetségkutató versenyek megrendezésében is. Igazából a elődöntő, pontosan a selejtező során, ami minket érintett, ugye a weboldal elkészítése volt, és a technikai, informatikai háttér megteremtése. Közvetlen kapcsolatban mi akkor még nem kerültünk a versenyzőkkel, csak képeket láttunk róla, és egy pár szóval leírást, hogy ők hogyan készültek fel a versenyre, eddig mit tanultak. A zene, a hang olyan, mint a szeretet, egy kicsit olyan, mintha szeplős lenne, és ha van, gondoljon bárki bármit, tetszik. December 9-én a Vodafone Sportcentrumban 12 tehetség lép színpadra, hogy Wolf Kati, Takács Nikolasz és az April Projekt társaságában ismerjük meg Fehérvár hangját.